Kint még ugyan nagyon-nagyon jó idő van, és tulajdonképpen tombol a nyár, de már nagyon-nagyon sokan vágják a centit, hogy mikor lesz ismét jég Székesfehérváron. Jó estét kívánok! Hát közel van már, kevesebb mint 2 hónap, és kezdődik az ebel szezon. A Fehérvár Alvé 19 játékosai pedig már gőzelővel készülnek, edzenek, igaz, még nem a jégen, mert arra augusztus elejéig, július végéig, ahogy az elmúlt években megszokhattuk, várni kell. Hát arról, hogy mi a helyzet a csapat házatáján, és egyáltalán minden rendben van, arról most a következő bő 20-25 percben Gál Péterrel, a Fehérvár Alvé 19-es célnökével beszélgetünk. Szervusz, üdvözöllek a műsorban. Üdvözöllek én is, és üdvözlök minden kedves televíziónézőt én is. Vágjátok már a centit? Vágjuk, vágjuk. Ilyenkor már bennünk van, hogy már magunkban is bennünk van, gondolom, nem csak a szurkolókban, hogy most már kezdődhetne. Lassan el is jön ez a pillanat, lassan beérkeznek a játékosaink, már azok, akik most nincsenek itthon, és amit említettél, hogy gőzerével készülnek, ugye azt tudni kell, hogy a magyar mag gőzerővel készül itthon az edzőink irányítása alatt, és ugye a légiós kontingens, esetlegesen az új igazolások, azok mondjuk úgy, hogy a következő hétvégén és az azt következő napokban esnek be, és 30-ától indul mind a két profi keretnek, mondjuk úgy, hogy a nagy profi keretnek a közös felkészülése, felmérésekkel, aprócseprő dolgokkal, aztán természetesen már augusztus 1-től jeges edzésekkel. Ugye a szurkot mindig az érdekli talán legjobban, hogy milyen lesz az idei volán, illetve hogy várható-e még igazolás, valaki, aki mondjuk beesik az utolsó pillanatban, vagy teljesen komplett a keret? Szerintem, bár nem én vagyok hivatott ennek a szakmai boncolgatására, és aztról ebben a szezonban is megtartom, hogy kicsit távol tartom magam, de mondjuk, hogy a szervezet vezetőjeként azt gondolom, hogy ami keret most egyébként nyilvános is, amiről mindenki tudhat, aki követte a közleményeinket, az a keret már alkalmas arra, hogy ez a klub mind a két fronton elkezdje a csatározásokat, sőt azt is mondhatnám, hogy készen van. Hogy lesz-e a keretben még változás, ez nyilván majd a felkészülés kezdete, az edző, a GM véleménye teszi majd teljessé, akik majd az első edzések után a jégen mutatott összjátékok, összhangok alapján tudja megmondani azt, hogy kell-e, szükséges-e már most esetleg kiegészíteni a keretet variációs lehetőségekre felkészülve, vagy bátran nekivághatunk azzal a megálmodott kerettel, ami most össze van rakva. Ugye, hát jó néhány héttel ezelőtt, amikor ugye folyamatosan jöttek ki a közlemények, hogy kiket igazolt a klub, akkor azért érte kritika az egyesületet, még az országos sajtóban is, hogy hát túl sok a légiós, idősek ezek a légiósok. Hát gondolom azért erről nektek más a véleményetek. Szöges ellentéte a véleményem mondjuk az országos sajtóban megjelentekkel szemben a kialakult helyzetről. Való igaz, menjünk lépésenként. Valóban több tapasztalatot mondjuk úgy vásároltunk idén a keretbe a zömében fiatal magyar játékosaink mellé, és ettől azt várjuk, hogy a szezon egészét tekintve a kiegyensúlyozottságban, a masszív egyenletes teljesítményben javulás lesz a klubnál, mondjuk az Ebel csapat tekintetében, most beszélünk az Ebel csapatról ilyen szempontból, hiszen a kritika is egyébként ezt a keretünket érte döntően. Azt gondolom, hogy attól, hogy valaki tapasztalt, illetve nem csak én gondolom, hanem a vezetőedzőnk, a szakmai vezetőink, akik közösen hozták meg azokat a döntéseket, ami alapján valakit a klub igazolt, avagy nem igazolt, ők azt mondják, hogy ez a tapasztalat ez segítségünkre lesz, mert ez a tapasztalat nem párosul mondjuk úgy, hogy öreg uras játékkal. Én azt várom, hogy ezek a játékosok hozzá fognak tudni tenni annyit a fiatal magyarok mellett, amitől egy komplexebb csapatszerkezet alakul ki, és egyenletesen jobb teljesítményt leszünk képesek nyújtani. Azért ne felejtsük el, hogy az edzőnk, hála Istennek, most ugyanaz, és azért mondom, hogy hála Istennek, mert ebben az edzőben maximális bizalmam van, hogy csapatot fog tudni építeni, és azzal eredményesen tud szerepelni. Az ő szempontrendszere maximálisan el lett fogadva akkor, amikor ez a keret kialakult. A tavalyi szezonban
átlag, a csapaton belül átlag feletti teljesítmény nyújtó játékosok, úgy, mint a kapusunk Kerut, illetve Hári János, az egyik legmeghatározó magyar válogatott játékos, illetve a válogatott játékosaink maguk is a keret tagjai maradtak, illetve szerződést hosszabbítottak, vagy újítottak a klubbal. Azt gondolom, hogy ez egy olyan váz, amihez bátran nyúlhattunk tapasztaltabb légiósokhoz. Idén nem szerettünk volna zsákba macskát venni, szemben azzal, ami egyébként ebben az általad citált országos sajtóban megjelent írásban megfogalmazódott. Ki a zsákba macska? Az a zsákba macska, akit soha nem láttunk játszani. Ezzel szemben pont idén először mi történik? Olyan játékosokat próbáltunk zömmel légiós pozíciókra igazolni, akiket vagy az edzőnk, vagy a szakmai stábunk valamelyik tagja többször is láthatott játszani az EBL-ben, vagy egyéb európai bajnokságokban. Pont, hogy nem veszünk zsákba macskát a légiósok számára, pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy a tavalyi 12-vel szemben idén az EBL keretben 9 légióssal kezdünk. Itt semmiképpen nem tervezünk ebben változást, mennyiségi változást. Egyébként pedig az Erste Ligában induló titánok keretében 4 légióssal számolunk, és ott ez így zárójelben a legeslegörvendetesebb tény talán az egész csapatépítésben, hogy több mint 12 juniorkorú játékos alkotja a keretzömét, akikkel Kis Dávid vezetőedző dolgozni fog. Hozzájuk lett igazolva ez a 4 légiós és néhány tapasztaltabb fiatal magyar játékos. Én nagyon sokat várok tőlük, nem abban a tekintetben, hogy meg fogják nyerni a magyar bajnokságot, hanem a tekintetben, hogy egy nagyon üde és pozitív jelű színfoltja lesznek ők is a magyar bajnokságnak. Az EBL-ben is ugyanazt várom, hogy valamiképpen egy komoly névjegyet tegyen majd le ez a keret. Ha már szóba hoztad a titánokat, akkor beszéljünk egy picit róluk. Beszéljünk. Akkor velük szemben továbbra is igazából az az alapvető elvárás, hogy a magyar játékosok, a fiatal játékosok fejlődjenek, játék lehetőséget kapjanak, eredmény szempontjából pedig nincs rájuk rakva komolyabb teher, vagy adott esetben azért meg lett valami fogalmazva? Nyilvánvalóan meg lesz fogalmazva, és ezt nem is azt gondolom, hogy kvázi mondjuk nekem kéne megfogalmaznom. Én azt gondolom, hogy nem jó edző az, aki nem fogalmaz meg a saját csapatával szemben konkrét elvárást az öltöző falain belül. Ez természetes. Viszont klubszinten végre, én azt gondolom, hogy végre rátaláltunk arra a helyes útra, amit szerintem járnunk kell. Jelesül, hogy a Fejér AB 19 titánok csapata az a magyar bajnokságban szerepel, és kvázi egy olyan fejlesztő jellegű csapat szerepét tölti be az egész rendszerünkben, ahol ezek a fiatal, döntően juniorkorból kinőtt játékosok beletanulnak, beleilleszkednek a felnőtt hokiba, és belőlük a legjobbak bebizonyítják egy vagy két szezon alatt, hogy egy ebben szintű hokiban is használva tudnak lenni a klubnak, és kölcsönösen egy hosszú távú együttműködés alakulhat ki a legjobb játékosaink, legjobb magyar, itt nevelkedett játékosaink és a klub között. Ennek a csapatnak ebben a bajnokságban, ahol szerepel, a klub szempontjából ez a legfontosabb célja. És ez mindig is ott kell, hogy lebegjen a szemünk előtt. Ettől függetlenül természetesen a klub imázsába sem férne bele, hogy egyfajta kvázi pofozógép szerepére kárhoztassuk a fiatalokat. Nyilván nem is ez a célunk, hát pontosan ezért van azért megerősítve ez a keret néhány rutinos magyar, illetve 4 rutinos légiós játékossal, akik tudnak adni egy olyan pluszt a fiataloknak, akik esetleg még a tapasztalatuk hiány egy-egy nehéz szituációt nem tudnának jól kezelni, hogy együttesen ez a csapat a vezetőedzőjével, az edzői stábjával és a mögötte lévő menedzsmenttel meg tudja oldani a kritikus helyzeteket is, vagy tudja kezelni, ha valami túl jól sikerül. Visszatérve az EBL csapathoz, ott minden igazolást, tehát mindenkit sikerült leigazolni, akit megkeresett a klub, és itt igazából a kérdés arra vonatkozik, hogy mennyire könnyű most a volán helyzet az átigazolási piacon, hiszen azért van egyfajta átrendeződés a magyar jégkorongban. Néha picit az ember azt érzi, hogy talán ellenszélbe akarják hozni a volánt, illetve hát nyilván az, hogy az EBL-nek milyen erős a vonzereje a nemzetközi piacon. Ha jól értem a kérdést, ez döntően mondjuk a kiemelkedőbb kvalitású, vagy a magyar válogatottban is számításba vett magyar játékosokra vonatkozik. Igen, valóban érzékelhető egyfajta piaci
talán túlnyitottság ebbe a tekintetbe. Érezhető az utóbbi időszakban egyfajta túlértékelődés ebben a szegmensben, hiszen több lett a törekvő csapat, már nem csak a Fehérvár AV19 játszik nemzetközi, vagy fog játszani nemzetközi szintű bajnokságban, hanem a magyar mezőnyből kiemelkedő magyar csapat, a Miskolciak, illetve a Mac is ilyen útra lép ősztől. Tehát három csapat kíván foglalkoztatni megfelelő képességű magyar válogatott játékosokat magasabb szintű ligákban. Ehhez képest az ilyen szintű játékosok száma nem növekedett. Mi következik ebből, hogy elrugaszkodnak az árak, és nem biztos, hogy azok az árak, azok már arányban vannak a játékosok által az adott klubnak nyújtható teljesítménnyel. És ebben semmi rossz indulat nincs, és semmi általam történő leértékelés. Minden játékos képességeinek van egy határa, minden játékos el tud jutni egy bizonyos teljesítményre, és bizonyos szinten hozzá tud tenni egy adott klub egész éves teljesítményhez, eredményéhez. Én úgy érzem, hogy itt egy kicsit nyílt az óló, az árérték arányban, és ezt a mi klubunk már tavaly sem, és idén sem kívánta követni, hiszen azért a feszes gazdálkodás egyik alapja az, hogy nem költhetsz el túl sok pénzt a játékosok egyik csomagjára, mert akkor nem marad a másikra. Mi azért azt a kvázi szent háromságot, azt az alappillért továbbra is tartjuk, amit meghirdettünk pár évvel ezelőtt, hogy megfelelő elegye kell, hogy legyen a Fehérvárban a fiatal, nálunk nevelkedett, vagy legalábbis az akadémiánkról kikerülő játékosoknak, a magyar válogatottban meghatározó játékosoknak, illetve a teljesítményükkel az egész szezonhoz egy komoly, jelentős tételt hozzáadni képes légiósoknak. De ezt a három tételt ki is kell tudnunk fizetni. Mi ezután sem szeretnénk abba a hibába esni, hogy hozomra, ígéretre igazunk játékosokat a piacról, majd pedig decemberben nem tudjuk őket kifizetni. Mi úgy tervezünk, hogy akit leigazolunk, azt márciusban és áprilisban is ki fogjuk tudni fizetni, ezért nagyon sokat dolgozunk, ez adja a mi hitelünket, és nem szeretném, hogyha a klub bármikor is abban a helyzetbe kerülne, hogy a hitelét veszíti. És ha már itt szóba hoztad a pénzügyi dolgokat, ugye hát évek óta most már várat magára, hogy így fogalmazzak, és ígéret az volt jó néhány, meg állítólag ugye jelentkező is, hogy a névadó szponzor kérdés körével mi a helyzet. Ugye erről tényleg évek óta beszél a klub is, beszél a polgármester úr is. Itt van ebben előrelépés, hogy látod? Hogy... Áttörésről most sem tudok beszámolni. Valóban ebben a holt szezonban is volt érdeklődés, tapogatózás a mi részünkről is, próbálkozás, illetve gazdasági szereplőktől is érdeklődés, de nem tudok most beszámolni a legnagyobb jó indulattal se olyan tárgyalásra, ami olyan stádiumban, olyan állapotban lenne, hogy azt merném bizakodóan mondani, hogy vélhetően hamarosan megszületik egy ilyen megállapodás. Ennek az azok, vagy aki esetleg jelentkezik, az mondjuk a klub imidzsihez képest apró pénzt kínálna a névadó szponzori lehetőségért? Előfordulhat ilyen is, igen. Hosszú távon gondolkodunk, ezért nem, tehát arra vigyázunk, hogy addig, amíg amíg a likviditásunk rendben van, és amíg tudunk tervezni, és amíg a város tényleg maximális módon mögöttünk áll, és támogat minket, és a jelenlegi szponzoraink, támogatóink megvannak, addig egy ilyen felépített, tehát büszkék vagyunk rá, kimerem jelenteni, egy ilyen felépített sportbrendet, mint a Fehérvár AV19, nem adhatunk oda egy névadó szponzori megállapodásban egy méltánytalan összegér, már csak azért is, mert általában ezek a megállapodások nem egy szezonra, hanem több szezonra szólnának, és eleve elvennénk a lehetőségét annak, hogy egy tényleg a Fehérvárhoz, a Fehérvár AV19-hez névben és szponzori hajlandóságban is méltó partnere találunk, akkor vele pedig nem tudunk megegyezni, mert kényszerűségből, esetleg hirtelen döntésből olyan összegekért adjuk el a nevünket, ami hosszú távon egyébként nem segít minket. Hogyha ilyen likviditási gondjaink lennének, én azt gondolom, hogy inkább akkor más eszközökkel próbálnánk meg azokat a réseket betömni. Én azt szeretném, hogyha valaki megtalálná, és
megtalálná velünk a közös hangot, és valakivel ráéreznénk arra a közös értékre, ami lapján mondjuk egy fehérvári jégkorong és egy adott gazdasági szereplő, mint névadó szponzor megtalálna a közös hangot, alapján egy olyan közös élményt, egy olyan közös pozitív együttes megjelenést sugározna, ami mind a két fél szárma gyümölcs. És ez ugye ma már, mi azt gondoljuk legalábbis, hogy ma már egy szponzoráció nem feltétlenül csak abban merül ki, hogy kérek tőled 3x1 méter palánk megjelenést, vagy fessél a jégbe 5 meccsre, vagy lógast fel a cégem zászlóját 3 méter magasan. Ma már azt veszem észre, hogy sokkal inkább fontos a cégvezetőknek is az, hogy mit kapnak ők, mint cég komplexen egy olyan brandtől, mint mondjuk a Fehérvár Ovid 19, hogyha bármilyen szponzorációs megállapodásban társulnak vele. És nekünk erre nagyon kell figyelnünk, hogy pozitív aktivitásokat adjunk, mi is adjunk egyfajta pluszt annak a cégnek, aki büszke legyen arra, hogy egy ilyen szponzori kötődése van mondjuk egy fehérvári jégkorong klubhoz. Tehát ezen dolgozunk, egy ilyen típusú gondolkodással próbálunk partnerre találni. És hát szintén egy olyan kérdés, ami a szurkolókat nagyon-nagyon érdekli, ugye a maga a jégcsarnok befogadó képessége az ugye behatárolt, és öröm látni, hogy azért rendre telt házakat mennek az ebben meccsek. Az a kérdés, hogy azok, akik a televízión szeretnék követni az eseményeket, ők majd a következő szezonban hol láthatják-e a csapatot? Most nem is feltétlenül csatorna megnevezéssel, de hogy ebben mi a helyzet? A korábbi megállapodásunk, a televíziós megállapodásunk ugye lejárt, ez az jelenleg még nem került megújításra. Azt tudom mondani, hogy keményen dolgozunk azon, mondjuk úgy, hogy a napjaink jó részét azt teszi ki a menedzsmenttel, hogy ennek a téren a lehető legjobb megoldást találjuk, jelenleg még ez nincs meg. Azon dolgozunk, hogy valamelyik csatornán a lehető legjobb körülmények között a lehető legtöbb műsoridőben a Fehérvár Ovid 19 mérkőzései láthatóak legyenek. Azt az ötletet sem vetettük el teljesen, hogyha esetleg irreális körülmények közé szeretnének itt is beszorítani minket, hogy képesek legyünk a saját mérkőzéseink sugárzására a saját kereteink között. Ezen a televíziózásnak ami is egy újfajta ugye online streaming irányába menne el, ami azért még nem annyira elterjedt, némileg szokatlan, de mindenképp a jövő felé vezet. Lehet, hogy egy kicsit meg kell előznünk a korunkat, és ebben is előrelépni, de ez már nem csak technikai, hanem erősen gazdasági kérdés is, úgyhogy ezen a terepen is nagyon megfontoltan lépésről lépésre szeretnénk haladni, de hogy ne kerülje meg az alapkérdést, dolgozunk azon, hogy valamelyik országosan látható sportcsatornán a Fehérvár Ovid 19 meccsei ősztől ugyanúgy ott legyenek, de még több tárgyalás is van előttünk. Azt sem titok, hogy akár a Magyar Jégkorong Szövetséggel is gondolkozunk közösen egyfajta magyar jégkorongot átfogóan valamelyik magyar képernyőre adoptálásában. És ugye itt is lehet beszélni, vagy kell is beszélni pénzről adott esetben, hiszen akár polgármester is többször elmondta itt a stúdióban, vagy akár a rádió stúdióban nálunk, hogy azért az méltatlan, hogy mondjuk ingyen vagy apró pénzért közvetítsen csatorna, amikor gyakorlatilag ő ezáltal reklámbevételhez jut. Tehát hogy fontos kérdése ez, hogy nyilván fontos. Ez egy nagyon hogy, fontos. Hogy fizetnek-e érte, akarnak-e fizetni, és mennyit? Nyilván amennyit, az most csak egy költői kérdés, de hogy mindig ez a itt a műsorban. Mindig ez a sarkalatos pontja az összes ilyen megbeszélésnek, a fizetési akarat, hajlandóság az összegen túl természetesen. Ez jelenleg elég kicsi. És polgármester úrnak tökéletesen igaza van, a helyzet méltatlan, de én ezt még hozzátenném, hogy nagyon méltatlan. Valahogy az az érzésem, ha most erről beszéltek pár szót pont egy jó, televízióban, persze. hogy maga a jégkorong ahhoz képest, hogy az utóbbi egy évtizedben milyen fejlődésemben keresztül, milyen minőségű szórakozást ad a sportot kedvelő, vagy a sportkedvelő magyaroknak, nem csak a fehérváriaknak, nem csak ennek a régiónak, hanem azért szélesebb körben is, ahhoz képest szerintem egy méltatlanul rangján alul kezelt sportág ámblok televíziós szinten. Ez az érzésem
van meg, nem titkolhatom azok után a tárgyalások után, amiket lefolytatunk különböző sportcsatornák vezetőivel. Nem hogyha fordítva ülnénk a lovon, hogy sportágak akarnak bekerülni a televízióba, és nem a televíziók akarnak sportágat közvetíteni, és így már megfordul az egész dolog, mert ha én akarom, hogy az én sportágamat közvetítsék, akkor egészen más a tárgyalási helyzetem, mint hogyha hozzám jönnek oda, hogy én akarom a te sportágat közvetíteni. Igen, ilyen méltatlan helyzet egy-két évtized korábban már volt a magyar sportéletben. Aztán ez változott, és most egy kicsit én is, mintha visszafordulást tapasztalnék ezen a téren. Majdhogy nem úgy kell eljárnunk, mint valamely termelő cégnek, aki valamely termékét, valamely csúcs termékét jó pénzért reklámozni szeret a tévében. Majdnem csak némelyek tényleg úgy gondolkodnak ebben a tévés szegmensben, hogy hát fizessünk mi azért, el akarjuk adni a termékünket, holott veled együtt én is úgy gondolom, hogy ez egy olyan szórakoztató termék, aminek a megszerzésért tulajdonképpen kéne harcolniuk. Igen. És valamiért ebben a piaci szegmensben ez a fejlődés nem tapasztalható. Hát nyilván... Lehet, hogy más sportágak kárára, nem tudom. Hát, ez egy jó kérdés, de azért szerintem több olyan sportág van, amelyik hasonló cipőben jár. De hát, hogy ezen tudna nagyot segíteni, például mondjuk egy ebben elődöntő, és akkor itt a műsoridő vége felé beszéljünk arról, ami ugye szóba került már a Titánok esetében, hogy ott majd nyilván az edzőnek meg kell fogalmazni valamit. Hát az ebben csapattal szemben azt azért tudjuk, hogy nyilván a szurkolóknak is van egy elvárás, hogy egy nagyon komoly elvárása, és nyilván a menedzsmentnek is kell, és aztán nyilván ez a vezetőedző dolga, hogy utána ezt átültesse a jégre. Szóval mi az elvárás idén? Két dolgot szögeztem le, illetve egy kicsit visszacsatolva még egy harmadikat, ahogy te említetted, egy dolog biztos, még az előző beszélgetésre visszacsatolva, és ezt mindig elmondom a munkatársaimnak is, annál nagyobb segítség a gazdasági munkánkban, mint a siker, nem létezik. Beszélhettünk sok mindenről, mit kell csinálni, mit hogy kell eladni. Egy biztos, ez egy olyan termék, ami a sport, ami élményt ad, aminek a sikeressége alapvetően határozza meg a lehetőségeinket. Tehát ebben a tekintetben valóban vannak elvárások, hogy valamilyen módon nekünk, az összerakott csapatunkkal sikert kell szállítani. De amit megfogadtam, hogy az elmúlt évekkel ellentétben nem fogok megfogalmazni semmiféle elvárást, meg mit szeretnék, hogy szeretnék, mert rendbe besültünk vele az elmúlt egy-két szezonban. Ellenben azt nyilván elvárom, hogy az edző, az edzői stáb, a szakmai vezetés öltözön belül igenis fogalmazzon meg kemény célokat, elvárásokat. Én egyet azért meg tudok fogalmazni, anélkül, hogy csak mondnék, egyet nem szeretnék. Nem szeretném, ha nekem, illetve nekünk lenne ismét a legudvariasabb csapatunk az Ebelben. Nem szeretném, ha megint mindenkit magunk elé engednénk. Ez talán kimondható. Tehát azon túl kell lépnünk, mert akkor a termék nem eladható. Ezt mindenkinek meg kell érteni, és hogyha ezt valaki nem érti meg, vagy valaki ezen nem tud segíteni, akkor lehet, hogy a jövőben sokkal keményebb kézzel kell, és sokkal gyorsabb reagálással átalakításokat eszközölni a terméken jelesül a csapatokban. De bizakodom, hogy ebben az évben erre nem kerül sor. Na pont ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy anélkül, hogy még a jégen láttuk volna adott esetben az új játékosokat egy percig is, optimista vagy a szezont illetően? Mindig optimista vagyok. Ha nem lennék, akkor az hogy tudna működni? Optimistán tekintek, és arra kérek mindenkit, tekintsen velem együtt optimistán a jövőre, jöjjön el idén is, vegyen jegyet, bérletet, töltse meg a lelátókat, és legyünk annyian megint 3000-en, vagy több mint 3000-en, hogy meg se forduljon a fiúk fejében ott a jégen, hogy egy percre is lehet lazítani. Hát ez így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is a lehetőséget. És ennyivel fogunk még beszélgetni itt a következő hónapokban. Önöknek pedig köszönjük már a figyelmet. A Bajnokok Városával legközelebb majd egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!